Vadonatúj az aszfalt Nyírbél teken a Széchenyi közben. Ezt a szakaszt, illetve a Posta utca egy részét újították fel a településen a Top Plus program támogatásából. Ez pedig már a nagyközség piac csarnoka, amelyet energetikailag korszerűsítettek. Az udvar is teljes egészében megszépült, új aszfaltborítású és térköves parkolót alakítottak ki, a különböző helyi termékeket és terményeket pedig 8 új bódéból árusíthatják. Teljes külső szigetelését oldottuk meg, nyilászárók cseréjét, a mosdóhelyiségek teljesen megújultak, lecsempésztük az összes belső helyiséget, fali csempékkel is, illetve járólapokkal. A kerítéseket készítettünk két oldalról, tehát jobbról-balról, illetve az utcai kerítést is elkészítettük, az kovácsolt vasból és klingertéglából épült, illetve még a teljes udvar is megújult. Simon Miklós országgyűlési képviselő összefoglalta, Nyírbéltekre a most záruló, illetve az elmúlt Európai Uniós ciklusban több mint 2 milliárd forintos fejlesztési támogatás érkezett. Ennek köszönhetően többek között megújult az ökoturisztikai látogatóközpont, korszerűsítették a római katolikus templomot, az agrárszektorban dolgozók számára pedig egy terménytárolót építettek. 15-16 Európai Uniós pályázat, az, ami sikeres volt eddig 2014 óta, tehát a múlt uniós ciklus és a mostani. Ez összesen majdnem 2 milliárd forint, tehát azt vonhatjuk le, azt a következtetést, hogy sikeres volt Nyírbélteken az Európai Unió adta a támogatási lehetőségeknek a településen élők javára való fordítása. A TOP és TOP Plus programokat az elmúlt években a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat koordinálta. Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke kifejtette, Nyírbéltek kiemelkedő pályázati aktivitást mutatott. Azt gondolom, hogy jól sáfárkodott a lehetőségekkel. Az önkormányzat, a települési önkormányzat is mindent megragott azért, hogy ezt a települést fejlessze. Nyilván ez kettőnálló vásár. Ha itt nem lett volna ilyen kezdeményezés, akkor nem tudtunk volna egy helyen fejlesztéseket megvalósítani. A TOP-ból, illetve a TOP Plus-ból sem. Jó együttműködés alakult két települési önkormányzattal. Az átadó ceremónián Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott ünnepi beszédet. A politikus hangsúlyozta, az EU-s források járnak Magyarországnak, ezek pedig itt jól hasznosulnak. Hozzátette, az Unió ugyanakkor olyan elvárásokat támaszt tagállamainak, amelyeket a magyar kormány nem fog elfogadni. Ezt nem úgy adja Brüsszel, hogy jaj, magyarok, szlovákok, románok, csehek, lengyelek, többiek, örüljetek, hogy adunk nektek valamit. És azt kell mondani, hogy cserébe nem kis dolgot kértek, a piacainkat. Nem kis dolgot kaptak, a munkaerőt. És mindazt, amit önök is, akár az a sok-sok mezőgazdasági vállalkozó, aki itt dolgozik, vagy a környéken dolgozik, bizony sokszorosan adja vissza Brüsszelnek ezeket a támogatásokat, és önök is személy szerint, adókon keresztül és sok mindenen keresztül sokszorosan adjuk vissza. Tehát annyira nem kell meghatódni, az egy más kérdés persze, hogy nyilván, ha érkezik támogatás, okosan és jól kell felhasználni, itt, ahogy hallottam, ez történt. A piac megújítására a nyírbélteki önkormányzat 94 millió forintot, az utak rendbetételére pedig csaknem 72 millió forint uniós támogatást fordíthatott.